Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. 220 millióból fejleszthetnek, két komoly beruházást is tervez a Szekszádi UFC. Ülésezett a Gazdasági Bizottság, településfejlesztési stratégiát dolgozhatnak ki a Tolnai megye székhelyen. Jelentősen csökkent a jégkár, közel 40 talajgenerátor működik Tolna megyében. Cipősdoboz akció. Közel 350 gyerek karácsonyát teszik szebbé idén Szekszárdon. 220 millió forintból hajtana végre fejlesztéseket a Szekszárdi UFC. A futballklub egy teljesen új pályát alakítana ki, amin profi meccseket is lehet majd tartani. Emellett egy régi, elhanyagolt területet is felújítanának. A pénz már megvan, a munka bármikor indulhat. Ezen, amíg rendezetlen területen alakítanak ki a Szekszárdi UFC olyan minőségű futballpályát, amin akár NB1-es mérkőzéseket is lehet rendezni. A fejlesztés pályázati pénzből finanszírozzák, a szükséges összeget már meg is nyerték. Első körben 220 millió forintot hívtak le. Több minden szerepel ebbe. Többek között itt is szerepel egy új élőfüves pályának a létrehozása, szintén világítással és öntözőberendezéssel, illetve ahol most jelenleg is vagyunk, a műfüves pálya borításának a cseréje. A pénzből a szükséges hatalmas fényvetők beszerzésére is futja majd. De nem csak itt, hanem az innen néhány méterre található 12.000 négyzetméteres területen is fejlesztene a Szekszárdi Futballklub a már elnyert pályázati pénzből. Itt a pályázatban négy új oszloppal, teljesen új fényvetőkkel, természetesen a nagy terület kapcsán ezek a világítások kapcsolhatóak, illetve külön-külön működtethetők. Egy új világítást terveztünk erre a részre. Kárpáti Zoltán azt mondja, bízik abban, hogy a városvezetés és a sportközpont is támogatni fogja ezeket az elképzeléseket, hiszen a kivitelezők már mindent letárgyaltak, bármikor tudnának kezdeni. 5298 új koronavírus megbetegedést igazoltak. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.213.318 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 144, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 37.376 főre emelkedett. 6.109 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 542-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.200.000-en kaptak. Tolna megyében 116 új fertőzöttet regisztráltak, kedden ezzel a járvány kezdete óta 25.519-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Nem emelik a helyi adót 2022-ben. Elkészülhet Szekszárd integrált településfejlesztési stratégiája és a kerékpárpálya helyszínét illetően is egyességre jutottak a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai december 15-én tartott ülésükön. A kialakult javaslatokat december 17-én tárgyalja majd a Tolnai megyeszékhely képviselőtestülete. 14 napi rendi pontot tárgyaltak a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai a december 15-én megtartott ülésükön. Megegyeztek például abban, hogy javaslatot tesznek arra, hogy kerüljön kidolgozásra egy integrált településfejlesztési stratégia, ami a következő évtizedek fejlesztési arányait alapozza meg Szekszárdon. A másik fontos témájuk a helyközi járatok jövőbeni biztosítása volt. A bizottság javaslatot tett a városnak, hogy a közszolgáltatási szerződést kösse meg, és 2022-ben legyen szerződött partnerünk, tehát a Volánbusz ZRT lássa el továbbra is a helyi személyutas szállítást Szekszárdon. Azzal a kiegészítéssel egyébként, hogy vizsgálja meg a Volánbusz annak a lehetőségét, hogy a helyközi járatokra hogyan tudnának a szekszárdi lakók a Szekszárváros határai környékén lakók hogyan tudnák használni a helyközi járatokat is. A helyi adókról is konszenzusra jutottak a bizottság tagjai. E tekintetben nem lesz változás 2022-ben. Egy fontos és jelenleg a legsürgősebb ügyben is döntést hoztak. Így a Baka iskola melletti pálya biztosan nem kerül átépítésre. Két helyszín kerül most pályázati formában beadásra. Az egyik a sportcsarnok mögötti terület, ez korábban is egyébként itt terveztük, és a másik helyszín, ami pedig módosult, az a vásártér, ahol az átvásár szokott lenni, ezt a helyszínt gondoltuk erre a célra megfelelőnek.
a kerékpárpálya tenderét legkésőbb december 17-én kell beadnia az önkormányzatnak. Immár hivatalos. 2022. január 1-től 200 ezer forintra emelkedik a minimálbér, és 260 ezerre a garantált bérminimum, az úgynevezett szakmunkás minimálbér. A kormány ugyanis kihirdette az erről szóló rendeletét a Magyar Közlönyben szerdán éjszaka. Ezek mellett a közmunkás bér is több lesz januártól, az a mostani 85 helyett 100 ezer forintra nő. Ez megfelel annak a célkitűzésnek, hogy az ideális közfoglalkoztatási bérszint a minimálbér 50%-a legyen. A tervek szerint jövő nyár végére megújulhat a bátaszéki piactér. A képviselőtestület döntése után a közbeszerzési eljárás is veszi kezdetét a napokban. A beruházáshoz szükséges telket már meg is vette a város. A kivitelező kiválasztása a következő lépése annak a folyamatnak, melynek végén egy megújult korszerű piactéren vásárolhatnak jövő nyáron a bátaszéki polgárok. A kiviteli tervek elkészültek, és az ütemterv szerint a jövő év elején elkezdődhetnek a munkák is. Ennek érdekében a város már vásárolt is egy foghitelket, és azon egy épületet, egy piaci épületet kívánunk ebből a forrásból megvalósítani, illetve felkívánjuk újítani a teljes piac teret új térburkolati elemekkel, amíg le nem burkolt részek is burkolattal fognak ellátásra kerülni, illetve mobil piaci eszközöket fogunk vásárolni a pályázatból elnyert forrásból. A beruházásban vagyonvédelmi eszközök is beszerzésre kerülnek, és a városi parkolási rend átalakításának egy része is érinti a területet, mondta Bozsadik Róbert polgármester. Várhatóan februárra fejeződik be a közbeszerzési eljárás, és az első vásárlót az új piactér 2022. augusztusának végén fogadhatja majd. Értesítést küld a NAV a gépjárműadó tartozásról. Az értesítő december elején azok kapják, akiknek 2021. november 23-án legalább 1000 forint hátralékuk van. Az összeget a hatóság belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell befizetni átutalással, az ügyfélszolgálatokon bankkártyával, az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren bankkártyával, vagy átutalással és csekken. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag átutalással rendezhetik a befizetést. Banki átutaláskor a közlemény rovatba az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, csekk legegyszerűbben a NAV honlapján igényelhető. A gépjárműadó tartozás pontos összege, a korábbi befizetések és az adónem aktuális egyenlege ügyfélkapus azonosítás után az eBEF portálon ellenőrizhető. Akinek van ügyfélazonosító száma, az telefonon is érdeklődhet az ügyfélszolgálaton. Nagyságrendekkel kisebb károkat okoztak a jégesők nyáron Tolna megyében, mint az ország más részein. Ez főként az itt működő elhárító rendszernek köszönhető, ezt mondja az Agrárkamara ügyvezető igazgatója. Tolnában 37 úgynevezett talajgenerátor segíti a jégkárok elleni védekezést. A jégesők elleni védekezés Európában egyedüliként Magyarországon zajlik országos szinten. 986 úgynevezett generátor működik idehaza, amik ezüst jodidot juttatnak a felhőkbe. A vegyszer pedig apró darabokra szakítja a jégcseppeket. A rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara építette ki és üzemelteti, a működésének finanszírozása az Agrárminisztérium segítségével a kárenyhítési alapból történik. Tolna megyében 37 talajgenerátor üzemel, ezeknek a hatékonyságáról adott tájékoztatást az idei évre visszatekintve Botos Ferenc, a NAK Tolna megyei szervezetének igazgatója. 39 ezer hektár jelentettek be ebbe az évbe jégkert, az azt megelőző időszak pedig átlagosan 79 ezer hektár volt, ahova bejelentettek jégkert. Ez a csökkenés a 32%-ra történő 8%, ez nagyjából ugye egy negyedére csökkent vissza, úgyhogy megvan a létjogosultsága és megvan a hatékonyság ennek a rendszernek. Tolna megyében a jégkár aránya az összes bejelentett káron belül idén csupán 1,93% volt, mondta el Botos Ferenc. A jégkár mérséklő rendszer hatékonysága nem csak a mezőgazdaságra van hatással, az élet számos területén beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az ipari létesítményeket is megvédi valamilyen szinten, az ingóságokat, az ingatlanokat is valamilyen mértékben csökkenti. Ez, hogyha itt most kárhányatban néznénk, akkor éves szinten, vagy kárösszeben néznénk, mióta ezt a rendszert mi üzemeltetjük, azóta mondhatjuk azt is, hogy a biztosítók nagyjából olyan több 10 milliárd forintos kárfizetést csökkentettük le ezzel a rendszer működtetésével. Idén a védekezési időszak április 15-től szeptember 30-áig tartott, Tolna megyében 40 napon kellett bekapcsolni a generátorokat.
Idén csaknem 350 ajándékkal teli cipős dobozt adományoztak a szexárdiak a helyi humán szolgáltató központ által pártfogol gyerekeknek. A Babits Mihály Kulturális Központ ugyanis ismét megszervezte a már hagyománynak számító cipős doboz akciót. A kor és nem szerint összeállított felajánlásokat a tervek szerint még karácsony előtt megkapják a kicsik. Köszönjük szépen. Lezárult a Babits Mihály Kulturális Központ által szervezett cipős doboz akció. A felajánlók szinte bármit tehettek az adományokba. Mindössze annyi volt a kikötés, hogy a kor és nem szerint összeállított ajándékok között ne legyen romlandó élelmiszer, gyógyszer, illetve gyógykészítmény. A szekszárdi humán szolgáltató központ az akciónak köszönhetően csaknem 350 gyerek karácsonyát teheti szebbé. Leginkább egyébként az a jellemző, hogy így a visszajelzésekből, tavaly előtti visszajelzésekből, hogy sok játék, írószer, könyv, aminek nagyon-nagyon örülnek, illetve tartós élelmiszer, lekvár szokott benne lenni, és ennek is nagyon örülnek azok, akik ezt megkapják. Gyurkovics János, Szekszárdváros alpolgármestere szerint az akció meglehetősen jól mutatja, hogy a tolnai megyeszékhelyen élők összetudnak fogni egy fontos ügy érdekében. Szebbé, meghittebbé tudjuk tenni a karácsonyi ünnepeket a rászoruló családoknak. Annyit szeretnénk még megemlíteni, hogy köszönet mindenkinek a szervezésért, a lebonyolításért és természetesen az adakozásért. A tervek szerint a humán szolgáltató központ karácsonyig minden gyermeknek eljuttatja az ajándékokat. Regionális híreink következnek. Kényelmesebb körülmények a Pécsi Szülészeti Klinikán. Politikusok is segítik az intézmény kezdeményezését. Óvodások karácsonyát teszik szebbé, összefogtak a vízilabdázók. Fenyőfát az utolsó pillanatban, Szedd magad akció Balatonszárszón. Kényelmesebb körülményeket akar kialakítani a Pécsi Szülészeti Klinika egyik osztályán a főnővér. Ezért gyűjtésbe kezdett a közösségi oldalon. A kezdeményezéshez a megyei önkormányzat elnöke egyik képviselője is csatlakozott. Az ő példájukat követte az országgyűlési képviselő is, így szerdán ajándéktárgyakkal és pénzadománnyal látogattak el a Pécsi Szülészeti Klinikára. Ajándékokkal, pénzadománnyal érkeztek a politikusok a Pécsi Szülészeti Klinikára szerdán. Az intézmény főnővérének kezdeményezéséhez csatlakoztak. Azt gondoltam, hogy én szeretném ezt egy kicsit reformálni, hogy egy modernebb környezetet tudjunk biztosítani a bentfekvő betegeinknek, hiszen az igazgató is elmondta, hogy elég sokáig tudnak bentfeküdni, akár ez több hetes program is lehet. És azért egy normálisabb és egy modernabb körülmények között ez biztos, hogy sokkal elviselhetőbb. Ez az osztály az, ahol modernebb bútorzatot szeretnének, erre gyűjtenek. Az étkezőre új székeket fogunk venni, új asztalokat, illetve amire nagyon nagy szükségünk van, egy új vizsgáló asztalra is, amelyik hát egy jelentős beruházásot, tehát egy nagyobb összeget jelent. Illetve hát most kaptunk még két televíziót, aminek szerintem, hogy a több hetedben fekvő terhesek nagyon fognak örülni. Azt gondolom, hogy ez egy nagy ajándék, illetve hát ez a kávéfőzésnek is azért nagyon fogunk tudni örülni, azt gondolom, majd a nővérkeink is fogják tudni használni. Az országgyűlési képviselő is csatlakozott az adományozókhoz. Fontosnak gondoltuk, hogy a megyei elnök úrhoz, a Szabadszentkirályi polgármester úrral együtt csatlakoztunk, úgyhogy azt remélem, hogy a megyei önkormányzat által felajánlott összegek, illetve polgármester úr által és általam felajánlott tévé az itt élőknek a hétköznapját fogja tudni segíteni addig, amíg ugye megvárják azt a kezelést, ami rájuk vonatkozik. A megyei önkormányzat elnöke jelentős pénzadománnyal érkezett. Baranya megyei önkormányzat támogatásával most 1 millió forinttal a terhespatológiai osztály bútorainak, eszközeinek a beszerzését is tudjuk támogatni. Ezek mind olyan felszerelések lesznek, amelyek mind az itt dolgozók munkakörülményeit javítják, mind az itt fekvő szülésre váló vagy szülés után lévő kismamák komfortérzetét javítják. Ezt azért is tartottuk fontosnak, mert a terhespatológia osztálya klinikának az a részlege, ahol a legtöbb időt töltik el a kismamák. Ezeket a napokat, heteket igyekeznek elviselhetőbbé tenni, mondja az elnök. A főnővér felhívására egyébként már 3 millió forint érkezett a terhespatológiai osztály javára.
Ismét összefogtak a pécsi vízilabdázók. 4 keleti városrészi tagóvodának tudtak karácsony előtt egy kis meglepetést okozni. Ezekbe az intézményekbe főként hátrányos helyzetű kisgyermekek járnak, akik közül vannak olyanok, akikre talán nem vár semmilyen játék a fa alatt karácsonykor. Megérkeztek a vízilabdázók a keleti városrészi óvoda Fűri utcai tagintézményébe. A gyerekek már nagyon várták őket, hiszen tavaly a pandémia miatt elmaradt a szokásos karácsony előtti látogatás. Idén azonban rengeteg ajándékkal érkeztek a sportolók. Az elsőnek meglepődnek a gyerekek, kicsit úgy nagy darabok vagyunk, meg itt vagyunk, egyenruhába vagyunk, de örülnek abszolút. Amikor meglátják a pülüst, kiborítjuk nekik, ugye most sajnos nem tudtuk, itt idekint kell megszervezni ezt a találkozót, de örülnek nekünk nagyon, és ezért mi is örülünk. A PVSK Mecsek Fűszér több mint 6 éve gyűjti a plüssöket a város sportegyesületeivel, oktatási intézményeivel közösen, de ha tehetik, fejlesztő játékokat is visznek karácsony előtt az óvodásoknak. Amiket hoznak a segítők, illetve a támogatók, azokat mi mindet átadjuk az oviknak, ide most hála az égre sikerült építőkockákat hoznunk, illetve ha vannak nagyobb plüssállatok, akkor azokat megpróbáljuk úgy szortírozni, hogy minden oviba jusson egy-egy nagyobb játék is, ami ott marad az oviba, hiszen a kisebb plüssöket, amiket kapnak a gyerekek, azt hazavihetik, tehát az innentől kezdve az ő saját kis plüss játékuk lesz. Az óvodákban nagy becsben tartják a korábbi években kapott plüssöket, fejlesztő játékokat. Az óvoda egy csoportos óvodaként működik, összesen 14 gyerekünk jár ide, viszont nagyon sok hátrányos helyzetű kisgyerek, szinte elmondhatom, hogy mindenkire ez vonatkozik. Pont ezért nagyon nagy jelentősége van az ilyen ajándékozásnak, mert sajnos nem minden kisgyereknek jut a fa alá ajándék. A vízilabdázók a keleti városrészi óvoda Fűri utcai tagintézményén kívül a zsolnai, a buzsáki, valamint a sétatér utcai tagovodákat keresték fel idén. Sajátos Szedd Magad akció keretében válogathatnak Balatonszárszón a fenyőfát vásárlók. A közel 2 hektárnyi területen nem csak kiválaszthatják az ünnepi fát, de maguk is kivághatják. Az akciónak évek óta nagy sikere van a településen és a környéken élők körében. Különben nekünk ilyen nagy szokott lenni a nappaliba. Aha. Ilyen. Ez nagyon szép. Több száz különböző méretű ezüst és lucfenyő közül válogathatnak a balatonszárszói telepre érkezők. A kiválasztott fát megjelölik, később, akár néhány nappal szenteste előtt kivágják és frissen vihetik haza. Van rá lehetőség, hogy minél később a karácsony tekintetében, tehát minél később, és hogy tovább tart így a fa a lakásban, nem potyog le olyan hamar. A szárszói telepre vannak, akik már évek óta visszajárnak. Most már olyan gyönyörűek ezek a fenyők, hogy itt van ezüstfenyő, van a lucfenyő, hát ugye a kettőnek a hibridje is van most már, de gyönyörűek, nagyon szépek. Kicsi, nagy, olyat választ, amilyet akar. Az érdeklődők még 20-áig választhatják ki a nekik tetsző fát, majd akár 23-án előre egyeztetett időpontban vághatják ki és vihetik el. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. 220 millióból fejleszthetnek, 2 komoly beruházást is tervez a szekszádi UFC. Ülésezett a gazdasági bizottság, településfejlesztési stratégiát dolgozhatnak ki a Tolnai megye székhelyen. Jelentősen csökkent a jégkár, közel 40 talajgenerátor működik Tolna megyében. Cipős doboz akció, közel 350 gyerek karácsonyát teszik szebbé idén Szekszárdon. Pénteken szakadozott felhőzet vagy derült ég volt a valószínűbb. Napközben a szél hatására csökken a párásság és a felhőzet. Napsütéses, gyengén felhős idő várható. Magasabbra emelkedik a hőmérséklet az elmúlt napokhoz képest, de a szél rontja a hőérzetet. Éjszaka is marad a szeles idő. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!